Na, sziasztok! Szóval, meglett a Tier 2, meg is nézzük, hogy mit kaptunk a Tier 2-vel. Aha, itt lesz az új Warhouse. A csataház. Na! Ott járunk. Kaptunk egy pár új dolgot. Sand Pit. Pure Sand. Na hát most valószínű a Sandet. Gyere innen. Hát itt van a Sandünk. Ez itt a préri. Nem írja, hogy kifejezetten Sandre kellene raknunk. Ebből üveg lesz. Gyroszkóp és widget spinner. Jó. Oké. Tehát, ott járunk, hogy amúgy ki vagyunk maxolva, tehát, hogy minden maxon van. Először is megnézzük, hogy mit tudunk. Ó, tudjuk mozgatni a frame-eket. Nagyon jó, az kell nekünk. Aha. Hogy az édesanyjárat. Most már, hogy tudjuk mozgatni, jó lesz. Azt mindenféleképpen kifejlesztjük. Csak kell hozzá gyroszkóp és spinning widget. Loading speedet tudjuk növelni, ez is mehet. Most az elején, amit gyártani fogunk, az mind elmegy erre. Ez... Aha. Tehát akkor az, amit csináltunk, tehát, hogy rákattintok és húzom. Jó, nagyon jó. Tehát, ezeket át kell raknunk kűre. Igen, direkt mondom így. Tudom, hogy kőnek nevezik magyarul. De ez kű. Tehát, berakunk egy ilyet, most átrakom ide. Mert ez vamp, nem tudom, hogy itt mi lesz. Gondolom, erre nem rakhatom. Nem, nem baj. Rakunk egyet ide, és elvileg körbe tudjuk rakni, és hogyha azt a fejlesztést megvesszük, akkor 40%-nál. Na most az a kérdés, hogy ha ezt ide rakom, akkor mind a kettő 40%-kal növeli majd, hogyha ez ki lesz hozva? Ez. Á! Ja, el kell olvasni, hogy mi van odaírva. Tehát ha, csak egy van mellette. Így. Exactly, van. Mi? Ja nem, az nem. Tehát nem ez, hanem ez. Így. Jó, megvan. Nyugi. Bolondra bízták már megint a gyártást. Jó, nos. Nézzük ezt a második, mert itt most ki vagyunk maxolva, tehát most itt nem tudunk vele... Ups. Hát azt le is rántottam. Jó, nagyon ügyes vagy. Tehát, mit tudunk itt csinálni? Cuttingatni. Uhú. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah! Azt hittem, hogy lógva hagysz. Nem, kikattintani akartam. Tehát az első volt ingyen, idézőjelesen ingyen, az összes többihez már a forgó, firgőforgó viszembaszom kell. Aha, jó. Ú, azt jó tudni, hogyha bárhová. Tehát, ha bekattintok a játékban ide, és nem valamin kattintok jobb klikkel, amire rá van írva, hogy jobb klikkel kattinthatok, akkor bezárja az ablakot. Ez mekkora... Sose gondoltam, hogy ilyenre szükségem lesz, de amúgy állati. Így, ne nézzük, ez mit tud. Ping!
Too cold. Mit tudom felhúzni a hőmérséklet? Így. Smelt. És ez lemegy magától. Tehát majd valószínű ezt automatizálni kell, hogy ez mindig melegítse saját magát. Jó, hogy ez ennyi? Jó. Na, álljál meg. Ezek az autólóderek. Jó. Akkor először is az üveg. Automatika. Tapapa. Az a baj, hogy ez spinning widgetet mindenféleképpen el kell kezdenünk gyártani. Tehát, hogy megyünk tovább. Widget. Ide. És egy ide. Na, mennyi üveg kell? Nincs. Jaja, mert nincs. Mindegy, lesz. Mindjárt. Mindjárt. Az előző gyárunk rohadt gyorsan termel. Mindig maximum volt. Ez nem mi van? Ezt miért nem látom? Lusta. Elfelejtette kiírni. Megijedtem, azt hittem, hogy nincs. Ójjaj. Na azért. Többet termelünk, mint amennyit, vagy többet fogyasztunk, mint amennyit termelünk. Még lehet, hogy egy ilyet le kellene rakni és beautomatizálni. Mert amúgy az orrból túltermelünk. De ez úgy tűnik, de mondjuk az a baj, hogy widgetből is többet termelünk, mint amennyi kell jelen pillanatban. Mindjárt nem. Nyugi. Tök jó. Tehát, hogy ezt nem kattingatni kell, hanem megnyomod, fordul egyet. Megnyomod, fordul egyet. Hát, ez állati. Tetszik. Jó. Na. Widget spinner. Nincsen elég gyroszkópunk. Mennyi gyroszkóp kell ehhez? Rozika, álljál meg, mert nem látlak. Hány kell? Hello. Valaki mondja meg, mennyi kell? Mim nincs. Jó, forgatunk. Jó, és a második, mert mindenhez widget spinner kell a második fejlesztésre. Forogj! Azaz. Az üveget beautomatizáltam? Dehogy automatizáltam. És tehát bárhová kattintok, az első az mindig basic widgettel megy. De ha rá kattintok, onnantól kezdve már mindenhová spinning kell. Smelting speed. Ha jól raktam, azt is oda kell rakni mellé. Akkor ezt is kifejlesztjük. Ez az. Ne! Szóval, forogj! Még mindig nincs elég. Mennyi kell? Nincs elég üveg? Várjál. Ezt most megint meg kell tanulni. Vissza a hőmérsékletet. De ez amúgy tök jó, hogy egy üveg az egy, nem. Tehát egy homok az egy üveg. Tök jó. Vagy nem tudom, mert amúgy autoloader ezt pakolja bele ugyanúgy. De csak egyet kapunk ugyanúgy a végén. Érdekes. Kíváncsi vagyok, hogy meddig mehet le a hőmérséklet. Ez jó, hogy izgat. Gyerünk. Még egy kicsit. Érd ki. Eddig. Ja nem, elfogyott a homok. Basszus.
Aha, és mit már a második fejlesztéshez minden, tehát a többihez már mindegyikhez spinning widget kell. Még mindig nincs elég gyroszkópunk. Mert ez nincs automatizálva. Azt inkább, hogy forgassam, nem? Mert ez mit csinál? Ez az autocrafter. Akkor nem. Gyárt ez csak lassan. Csak elhasználjuk minden másra, mert ahogy észreveszem, elmegy egyből, ahogy meggyártam. Most azt nem tudom, hogy hová megy. Mert szerintem ez fejlesztésre is megy. Nem baj, tekergetjük. Ahhoz képest egy kattingatós játék, még elveszhetően kattingatós. Na, forogj! Még egy felfordulat. Meg kell egy nagyra felnőtt embert lekötni egy fél órára. Című rovatunkat látták. Hát mert csak azért is megvárom, hogy meddig kell lemenni a hőmérsékletnek. Addig nem kattingatunk. Már megint nincs elég stand. Az a baj, hogy mindenhez spinning kell. Ez sokkal nehezebb lesz így. Hello. Az első részben beletetett a játék, hogy mennyire király. Milyen könnyű. Nincs elég. Nem az. Kezd egyre nehezebb lenni a játék. Nem, szerintem amúgy lemehet teljesen a hőmérséklet. Tehát csak annyi a lényeg, hogy a hőmérséklet magasabb legyen, mint nulla. Nem, tehát addig láttam a játékot, hogy leraktak belőle ugyanúgy egy pár darab factory-t az elején. És utána úgy döntöttem, hogy megnézzük magunknak, hogy ez milyen. Jó, ezzel jártam már rosszul. Mert az a baj, hogy például ott volt az apikó. Videók alapján, amit én így láttam belőle, én tökre abban voltam, hogy ez egy komoly játék. Amúgy nem rossz, tényleg nem rossz. Élveztem végig. Csak mikor elkezdett laggolni, mikor elkezdett egyre több bug előjönni. Tehát jelen pillanatban ott jár, azért nem szeretek vele játszani, pedig ki kellene játszanom, végig kellene csinálnom, mert amúgy már nem sok van. Tehát, hogy tényleg ki kellene maxolni már a játékot, hogyha egyszer megvettem és játszottam vele. De egyszerűen ott járok vele, hogy... Hová megy el ez a rengeteg minden? Már nem ide. Miben megy bele? Ezt használnám? Mégiscsak nem. Szerintem ez valamelyik fejlesztésben ment a... itt van egy, ez is gyroszkópot, aha, ebben megy befelé a gyroszkóp. Még azért így eléggé megtoltam azt a gyroszkópos témát. Ez most nem érdekel. Aha, tehát hogyha én kézzel csinálom, akkor minden duplázódik. Az a baj, hogy ez nem autocraftos. Tehát, hogy ez csak akkor gyárt, hogyha én nyomkodom. Ja, vigyük fel.
Mert meg az lesz a baj, hogy itt kattingatok. Na, miért nem mész? Kattintok? Azaz. Tehát, hogy ott olyanok voltak, hogy maga a... A UI kezdett összeszakadni a játékon belül. És akkor, amikor már nem tudsz az inventorydba berakni valamit, vagy nem tudsz belőle kivenni, mert már nem veszi észre, hogy hová kattintasz, már akkor egy kicsit bosszantó volt a dolog. És én ott nem azért rage-eltem, meg nem azért voltam mérges, hogy van benne hiba. Programozó vagyok én is. Én is hibázok. Nekem is van olyan hiba a programomban, hogy... Csináltam már hülyeségeket. Na. Ki nem? De ez meg a másik. De... Tehát, hogy pont az, amit el akartam érni a játékon belül, hogy automatizálhassam az egész méztermelés, méfejlesztés dolgot, pont az nem működik. Játszottam 20, közel 30 részen keresztül, ez azt jelenti, hogy 30 óra. Mert azok a több mint 30 óra, mivel hogy egy órától több volt általában minden rész. És amikor a UI elkezd összeszakadni, és az automatizálás nem működik, mert ha a közelébe mész, akkor megdöglik a játék, ez így egy kicsit rossz érzés volt. Beszeretném fejezni mindenféleképpen, mert már ott csak a növényeket meg a pillangókat kell kifejleszteni ahhoz, hogy maxon legyen a játék. Fogunk visszatérni rá. Csak per pillanat olyan, hogy van más, amivel tudok játszani. Ott a Flatout. Ahogy elnézem, itt lesz ez. Ez eddig nagyon bejön. Ne, forogjunk. Most van elég üvegünk. Az a baj, addig kell forgatnom, meg addig kell gyártanom, míg a gyroszkóp el nem kezd magától gyártódni. Mármint úgy, hogy marad is belőle. Addig kell pörgetni. Kattingatok. Aha, tehát mindig a fordulat. Tehát, hogy tök mindegy, mit csinálsz. Az a lényeg, hogy egy felett fordul. Elrontottam a ritmust. Na! Csináld már. Na, most megint smeltelés van. Alig várom már, hogy ezt is automatizálhassam. Pluszban vagyunk. Ezt vártok. Péz. Jaj, nem mondod. Hallod, minigém? Anyukádat. Kat, gyorsul. Kat, gyorsul. Kat, gyorsul. Kat, gyorsul. Nem! Hülye. Figyelj oda. Koncentrálj. Egy. Mi nincs? A fene. Gyere.
Egy. Várunk egy újat. 6 másodperc. Ez így nem jó. Gyorsítani kell a gyártást. Kapitány. Ez tök jó. Na, ehhez. Hmm. Én erre is rányomok. Mindenre. Ebben mi kell? Ebben még nem rakod semmit. Hova rakod? Mit fejlesztesz, Rozikám? Az megvan. Az 52. Jaj, én nagyon sokat kell, hogy kattingassak. Na, várjál. Várjál. Ide is kérünk egy újat. Meg ide is kérünk egy újat. Meg ide kérünk egy nagyon sok újat. Nem tudom, hogy állunk. Amúgy tényleg azt nem láttam. Sandből, amúgy jól állunk, a glass-t kell nyomni. Üveg. Tudom, mondjam magyarul. Az a baj, hogy egy csak autólódolja, tehát hogy... Ja nem. Én azt hittem, hogy ez... Ja jó, oké, akkor ő is menet közben gyárt, azért patyog bele tudva. Én tökre abban voltam, hogy amúgy én ezt csak így kattingatom, ő meg pakolja bele. De nem. Mert azt hiszem, ennél kellett megvenni azt, hogy még külön smeltelődjön is. Ez. Azaz, most már csak gyroszkóp... spinning widgetet kell. Ő, hát ez gyors, lassabb lesz ez a játék. A második része, mint amire én számítottam. Na jó. Jöttje! Itt kattintottam! Nem már... Miért kattintok rosszul? Tudom, mert béna vagyok azért. De azon kívül? De mintha direkt csinálnád. Ezt a játékot ki akarom jelen pillanatban játszani. Ne, elfogyott a üveg. Én az befolyásol valamit, hogyha magasabb hőmérséklet, gyorsabb? Azok után, hogy ilyen mini gémek vannak a játékon belül, azok után én azt mondanám, hogy amúgy ilyet is beleraktam volna, hogy ha magasabb a hőmérséklet, akkor gyorsabban már... Amúgy igen. Lassul. Ez rohadt jó. Most sokkal gyorsabban kell kattingatnom. Elfogyott az a homok. Ilyet! Mi? Hol állunk? Mit csinálunk? Még mindig ezt. Jó, pörögj.
el kell bontbatni. Nem kell, csak egyszerűen... Nem! Ó, hát elbénázok itt ezzel a forgós izével. Honnan gondoltam amúgy, most menet közben ide figyelek. Honnan gondoltam amúgy, hogy mivel itt is alapból, ha jól kattint, az gyorsul a gyártás. Most erre meg túl loader arm, ez még volt? Ez. Hát ez pont nem kell most éppen. Ez az Iron Smelter, és 25 each. Tehát, hogyha még rakunk le majd Iron Smeltert, mert mondjuk valamire kell. Várjál csak, ez most nekem nem kell. Ez most nekem nem kell. Igen, ezeket hagyjuk, mert most feleslegesen gyártjuk ezt a hülye spinning genyót. De miért itt kattintok? Miért nem ott? Amúgy azért, mert nem ugyanabban a tempóban gyorsul fel maga a forgás. És a kattintás gyorsaságát próbálja az agyam ellensúlyozni, csak nem sikerül neki. Nem baj. Jó lesz ez. Ó, most minden ötödiket elbasszuk, a harmadikat. Amúgy tök jó a zenéje is. Na várjál, most mit gyártunk? Mit csinálunk? Mibe megy belefelé? Ebbe? Ebbe. Csak 25. Az hadd menjen. Rozi, koncentrálj. Nem nehéz. Van egy autospinnerünk. Valahová megy elfelé a spinner? Nem, most már nem. Ja, mindegy, elrontottam. Ezt kérünk egy újat. Két gyárunk van, igen, ide. Ah, mindenhol amúgy az első fejlesztés az ingyen van. Mármint, hogy nem kell spinnereket csinálnunk hozzá. Jó, szendünk az maxon van. Nagyon faragó. Az üveggyártást kell felgyorsítanunk. Van 4. Ó, jöhet. Még 5. Ide, tudom. Ide kell a... Hőmérséklet. Hol van? Itt. 8 és 16. Hát menjen. Azt gyártsátok le nekem. Hát ez így le fog menni nagyon gyorsan, és lassulni fog a fejlesztés. Vagy a gyártás. Az a baj, hogy nem szeretem kattingatni, de amúgy megélvezem. Ja, várjál, közben kész lett a fejlesztés, ezt meg kell vennünk. Jihí! Ennyi kattingatást amúgy megér a fejlesztés. Most annyit kell összesen az elején kattingatnunk, amíg ki nem fejlesztjük azokat, amire szükségünk van. Most már amúgy mehet az összes többi, mehet ez is.
Jó, tehát ez itt azt fogja jelenteni, ide-vissza. Tehát minden Iron Smelter, amit egymás mellé rakunk, a mellette lévő, tehát ezt amúgy, ha berakjuk egy 3x3-as blokkba, a középső 25%-kal, ugye jól értelmezem, nem, az 100%-kal fog működni. Tehát 100%-kal többet fog gyártani, mivel hogy a mellette lévőket nézi. Tehát, hogy egy ilyen keresztbe, ha berakok 5-öt például, akkor 100%-kal többet fog gyártani ez. A mellette lévő mindegyik csak 25-öt, de ha mondjuk egy 3x3-asba berakod, akkor mindegyik 50%-ot fog termelni, a középső pedig 100%-ot. Az amúgy nem rossz. Sőt, francot. Igen, a sarkiak fognak 50%-kal többet, mivel hogy a sarkon lévő kettőhöz ér hozzá, de a középső az már 3-hoz. Az 75-öt. Tehát úgy le van, hogy a 4 sarok az 50, a 4 közepe az 75, és a középső pedig 100. Majd ha akkor a gyárat kell építeni, akkor majd megépítjük. Most jelenleg nem kell. Mi van, Razika, nem bírod felfelé pumpálni azt a valamit, mi? Túl gyors. Amúgy nem. Szerintem pont jó hőmérsékleten tartja. Így. Hadd menjen. Itt mindenkit kifejlesztettünk, hogy ez volt a hosszú idő, basszus. Jó, már leesett, nyugi. De is 4, 5, 5, 7. Nem izgat, hogy túltermelünk, mert legalább akkor tudunk rakni le még egy Glass Factory-t. Így. Meg egy gyroszkóp fabrikátort. Hát figyelj, mivel hogy most már amúgy a spinning widgetre kell rámennünk majd, ezért ezt így végig tolom. Így. Jó van, kattingatunk. És másodikra elrontom. Hala. Koncentrálj. Ez hülye. Hogy az néha? Amúgy ennyi a trükk, hogy nem követem a szememmel, hanem magát a pöcköt nézem felül, és amikor a közelében jár, akkor kattintok. Elvontad a figyelmem, miért jelentél meg? Már megint. Ez a baj, hogy a mozgó dolgok le tudják venni a figyelmem a dolgokról. Na. Jó, akkor ebben is van. Ide jöhetnek, hogy látom, automatizmusok. Ez mit tud? 10% csak. Az a kérdés, hogy ez most a kattintás? Mert hogy... Na. Ez most a kattintásra rak rá. Várjál, egyszerű megmondani. Most jelen pillanatban... Nem tudom, mennyit gyártunk. Nem írja. Várjál, de itt írja. Nem. Nem írja. Nincs elég üveg. Gyárts le mindent.
Lyukold. Tudom. Mindjárt lesz automatikus melegítés. Várjál, itt nem írja. Nem írja sehol. Jó, hát azt látom, hogy mennyit gyártunk másodpercenként. Valahol írta, csak nem tudom hol. Ez megvan minden worker, megvan minden upgrade. Hello. Nem húztuk ki a workereket? Gyerünk csak. Megnézzük, hogy hogy alakul. Már amúgy valószínű. Jó, itt is túl termelésben leszünk. De ugyanaz, felmegy, lejön. Mert itt is várni kell, míg smeltelünk. Bár itt valószínű amúgy az is lehet, hogy ahogy ők folyamatosan dolgoznak egymás mellett, hogy amiatt ugrál felfelé, mert mondjuk mit tudom én, ez a három egyszerre lett kész. Nagyjából. Aztán utána jön ez, meg jön ez. És emiatt ugrik egyik pillanatban fel, utána meg vissza le, utána megint fel, megint le. Na, tech tree. Megvesszük ezt is. Az nem érdekel még. Az kell. Meg ez. Aztán ezt kérem. Köszönöm szépen. Azt is. Na, játszunk még egy kicsit ezzel a forgógenyóval. Nem vagyok nagy fidget spinneres. Lehet, hogy amúgy néha jó lenne. Kiri! Ez elvileg 10.000 RPM. Wow. Úgy nem tűnik soknak. Jó. Még. Aha, most már amúgy a gyroszkóppal vagyunk bajban. 30. Mondjuk nem, tehát túl gyártunk. Jó, ez is jó lesz. Na, akkor automatizáltuk a widget spinner gyártást. Jó lesz. Megyünk tovább. A következő az lesz, hogy még ez az egy fejlesztésünk, vagy ez a két fejlesztésünk van. Legyen. Kész. Bocs. És akkor elkezdjük a Technology 3-at gyártani. Igen, ezek itt hármasok, ezek a full game-ben lesznek majd. Ezek is... Nem, ez tier 3. Édes Isten. Itt is tier 3-as. Jó, a többi az full game-es. Hát max még annyit lehet csinálni, hogy majd gyártunk itt is egy ugyanilyen factory-t. Oké. De jelenleg nem kell amúgy. Megyünk tovább. Na jól van, találkozunk a következő részben. Lájkoljatok, szóljatok hozzá és iratkozzatok fel. Sziasztok!